Sőt mindenkinek! A mai alkalommal folytatódik a durva kémia, és a mai alkalommal a Wilkinson komplex. Wilkinson komplexről szeretnék beszélni, azon belül pedig egy hidrogénezési reakcióról, ahol azt a reakciót lehet megvalósítani, hogy egy terminális, vagy egy láncközi alként, lánc végén vagy lánc közi alként, akkor igazából ez lehetne így is rajzolni, át lehet alakítani egy telített származékká. Tehát ilyen vegyületet lehet aztán előállítani. Ez egy ilyen egyszerű reakció, ródium katalizálta a reakció, a Wilkinson komplex az egy ródium vegyület, melyik tehát beszéljünk akkor egy kicsit a komplexről. Mi a komplex maga, amit szóba kerül? Az alapkomplex az egy ródium plusz egyes oxidációs állapotban lévő ródium, trifenilfoszfin, ebből három darab trifenilfoszfin tartalmaz, vagy hát ilyet, és akkor egy kloridion van mellett ezt, ezt, ezt nagyjából úgy kell előállítani ezt a vegyületet, és annak is utána néztem külön, hogy ródium-kloridot, e, ródium-3-kloridot, etanolban, Trifenil kell refluxoltatni. <több>, több órán keresztül, és akkor kialakul belőle ez a komplex. Ez lesz az alapkomplex, és akkor ez fog reagálni majd a különböző vegyületekkel. Viszont az a, az a gond ezzel a reakcióval, hogy több, többféle irányba elágazhat. Tehát rengeteg féle dolog történhet, például az oldószernek a befolyásolásával. Ugye az ilyen komplex <több> homogén katalitikus rendszerekben rengeteg mindent bele lehet vagy szabályozni lehet az oldószer hatással. Az oldószer hatás az nagyon fontos dolog, egy leegyszerűsített modellje az oldószer hatásnak az, hogyha mondjuk van egy, egy kiindulási anyag, és akkor az átalakul egy termékké, akkor a termék, a, ugye ez, ez átalakul a molekula. Tehát mondjuk lehet, hogy ez itt egy kicsit polárisabb, ez pedig egy kicsit apolárisabb. És akkor hát mi, mi, hogyan lehet ezt a reakciót így segíteni? Hát például, hogyha olyan no, oldószert választunk ebbe a reakcióba, amely apolárisabb, inkább apolárisabb oldószert választunk egy ilyen reakcióba, akkor a termék sokkal kedvezményezettebben fogja érezni magát, ha úgy tetszik a, az oldószerben. Tehát ez segíti a reakciót abban, hogy a termék stabilabb az oldószerben, mint a kiindulási anyag. Ez hatással van az átalakulásra, segíti az átalakulást. Fordított helyzetben, hogyha <kül> Ha véletlenül a termék mondjuk polárisabb lenne, akkor egy poláris oldószert kellene választani, és akkor a poláris oldószer mondjuk segíti a termék képződését. Tehát ilyen, ilyen jellegű hatásai lehetnek az oldószernek, amelyeket nem árt figyelembe venni, és ennek hatására többféle mechanizmus képzelhető el. Tehát más mechanizmussal történik egy ilyen hidrogénezési reakció az oldószertől függően. És akkor hát itt többféle mechanizmust is el lehet képzelni, és akkor hát mindegyikről jó lenne beszélni egy kicsit. És akkor hát induljunk ki rögtön, a, rögtön egy, egy ilyen dolog, dologgal kapcsolatban. Kétfajta mechanizmust lehet rögtön elkülöníteni az elején. Mondjuk ezt <kül> ezen túl eljelölöm, természetesen ezt a trifenil foszfin, tehát akkor azt lehet mondani, hogy ródium trifenil foszfin CL. Ez az alapkomplex, és akkor kétfajta ilyen út képzelhető, az egyik a diszociatív út, másik pedig az asszociatív út. Az asszociatív út esetében, itt is itt rögtön kétfelé ágazik itt megint a történet, mert ugye az alapkomplex, a kiindulási komplex, az rögtön reagálhat a reaktáns molekulákkal, ugye hidrogénezési reakcióról van szó, tehát igazából H2 itt a másik komponens, amelynek be kell lépni a rendszerbe, és akkor hidrogénezés hatására telítődik a az alkén alkánná. És akkor mondjuk beléphet, két, két dolog megtörtént asszociatív esetben, hogy belép mondjuk rögtön a hidrogén így kezdésből. És akkor kialakul egy ródium komplex, most már megpróbálok ábrát rajzolni, ródium komplex, amely ugye ez egy, ez egy ilyen sík komplex igazából, és azzal, hogy belépett ez a és egyébként mit lehet itt mondani? Itt plusz egyes oxidációs állapotban van a ródium. Ha a ródiumnak elektron szerkezetét felrajzolnánk, akkor azt lehet mondani, hogy a plusz egyes töltésű ródium ionnak 8 elektronja van. Ebben a komplexben itt van ugye 4 darab elektronpár donor, tehát 3 két 2 meg még egy két elektronpár téma, tehát összesen 4 darab két elektron párt szolgáltató atomban még ott, ilyen ligandumban ott jelent, tehát az is 8 elektron. Ebből fakadon azt lehet mondani, hogy ez egy 18 elektronos, vagy mi a szar? 16 elektronos komplex. Azt lehet mondani, hogy már 16 elektronos komplexek is katalitikusan aktívak lehetnek, de például a, a 10, 14 elektronosak, tehát hogyha mondjuk egy ligandum elmegy, akkor 14 elektronos lesz a komplex, azok sokkal aktívabbak katalitikusan, és még aktívabbak tudnak lenni a 12 elektronos komplexek, tehát ezek már rohadtul arra törekszenek, hogy ligandumokat vegyenek fel, és ha esetleg ott mindenféle átalakulás van, akkor azok, azok a lépések azok könnyebben végbe mennek. Na, a 16 elektronos komplex, ugye azt lehet mondani, hogy 18 elektronos komplex, ugye, normális kémiában ez az oktet szabály van, hogy a 8 elektronnak kell meglennie, hát ugye mivel itt d elemeiről van szó, átmeneti fémekről van szó, itt már 18 elektron, 18 elektronos szabály van, tehát 18 elektronnak kell meglennie, az a teljesen telített elektronnal teljesen telített komplex vegyület. Na, a 18 elektronos komplexek azok már további ligandumokat nem képesek felvenni, tehát azok már csak diszociációval alakulhatnak tovább. Na, tehát akkor ugye itt jelenleg akkor van egy 16 elektronos komplexünk, és rögtön az asszociatív megközelítés során egy 18 elektronos komplex keletkezik, tehát a ródium az tartalmazni fog trifenilfoszfinokat, tartalmaz még egy trifenilfoszfint, melyik elődik a hidrogén, hát most igazából lehet, hogy ez itt igazából a Cl, most nem tudom, hogy konkrétan hogyan helyezkednek el a ligandumok, vagy számít-e valamit az, hogy a ligandumok milyen pozícióba helyezkednek, hogy axiális vagy ekvatoriális pozícióba. De a lényeg az, hogy itt is lehet egy trifenilfoszfin. Ez egy elbetű. Tehát kialakul egy ilyen komplex, oxidatív addíció történt, H2 lépett be, innentől kezdve a ródium plusz 3-as oxidációs állapotban van. 16 elektronos komplex, tehát még mindig megvan a 8 elektronja a ródiumnak. Illetve hát úgy van, hogy 8 elektron van a ródiumnál, akkor 2, 4, 6, 8, 10 elektron. Ugye egy 1, 1 elektron érkezik a hidrogénektől, tehát ez most már egy 18 elektronos komplex, ez egy telített komplex vegyület, tehát hogyha ebben a lépésben, hogyha a komplex kialakul, és a következő lépésben képtelen elveszíteni egy ligandumot, tehát például a, mondjuk a trifenilfosfin nem akar oldódni az oldószerben, akkor képtelen elveszíteni ez a komplex a ligandumot, innentől kezdve, bár a hidrogén aktiválva lett a lépésben, aktivált állapotban van a komplexben, innentől kezdve a Másik reaktáns molekula az alkén, az nem tud belépni a koordinációs szférába, mert ez egy telített komplexen. Nagyon fontos például olyan oldószert választani, ami sikeresen le tudja rántani innen ezt a ligandumot, hogy, hogy a trifenilfoszfin távozhasson, hogy aztán legyen koordinációs hely a beérkező alkénnek. Akkor persze a másik út van arról, hogy, hogy először az alkén fog koordinálódni a, a ródiumhoz, és akkor megint csak kialakul egy olyan olyan vegyület, CL ligandum, ligandum, mondjuk ide jön az alkén, ilyen pi koordináció valósul meg. Most, igazából mindegy, hogy hány szénatomos, de most akkor nézzük ezt. És akkor itt is van egy ligandum, ez most itt egy kettő... mi ez itt egy el, 2, 4, 6, 8, 10 elektron, ez is egy 18 elektrons komplex. Azt lehet mondani, ez is itt két elektron tér a pi elektron pi koordináció. Innen is csak akkor történhet egy tovább alakulás, hogyha egy diszociáció következik be. Tehát ezért asszociációs lépés, vagy asszociatív lépés ez, mert rögtön mielőtt, mielőtt bármilyen, mielőtt egymás közelébe kerülhetnek a reaktánsok, először egy telített komplex jön létre, asszociációval, aztán innentől kezdve diszociációval alakulhat tovább a molekula, tehát a Mind a két esetben megtörtént az, hogy trifenil-foszfint veszít a dolog, akkor kialakul egy sík komplex. Ez itt a Cl, Ez cél akar lenni. Klorid és egy trifenil foszfin távozott. Ez megtörtént, és kialakult ez a még mindig plusz 3-as oxidációs állapotú ródium. Ebben az esetben szintén itt kialakul egy másik ilyen érdekes, elosz, érdekes komplex szerkezet, tehát ródium, és akkor úgy lesz ez, hogy megint csak alattul nem vágom, hogy fontos az, hogy hol legyenek ezek a dolgok, tehát akkor mondjuk legyen ez. Egy ilyen trigonális bipiramis szerkezet alakul ki, mi kell még ide, ide kell egy H, de pedig egy CL. Itt is plusz 3 az oxidációs állapota a ródiumnak, és kialakult, itt is mi történt? Egy darab ligandum, egy trifenilfoszfin távozott. Nem szabad elfelejteni, hogy van szó, ligandum, az L, L jellemző a trifenilfoszfint, ez mindig így van most. Na és akkor már is itt ez a helyzet állt elő, Egyébként még igazából olyan is ki tud alakulni, hogy például ez a komplex, ez felvesz egy, egy vagy hát igazából ja. Semmi. Tehát igazából ez mind reverzibilis folyamat, innentől kezdve, tehát ez bármikor vissza tud alakulni. Ahogy ez is. Na és akkor... És akkor ugye ebben a lépésben minek kell történni? Meg kell történnie a hidrogén. Hidrogénaddíciónak. Tehát akkor most itt ide lehet húzni egy ilyen hogy egy ilyen vonalat, hogy itt H2 belépés történik. Ebben az esetben pedig. itt belép az alkén. De igazából ez ez most a. a ténylegesen a, a, komplex kialakulásának kétfajta mechanizmusa az oldószertől függően megvalósulhat, és ez történik. Tehát vagy a hidrogén lép be először, és aztán az alkén, asszociatív úton, vagy pedig ez a vagy pedig először az alkén lép be asszociatív úton, és aztán lép be a hidrogén, ez megtörtént, és akkor kialakul a végén egy olyan komplex, hogy amely már akkor tényleg a reakciót fogja eredményezni, de a ródium, LL, itt van mondjuk az alkén, itt van a hidrogén, itt is van egy hidrogén, és itt van a klorid. És akkor kialakul egy ilyen trigonális bipiramis, 18 elektronos komplex, plusz 3-as az oxidációs állapota a ródiumnak. Ez egy ez az a komplex, amiben majd megtörténik a reakció, de megtörtént, és akkor Innen, innen megy majd tovább a reakció, itt megtörténnek majd az átalakítások, ott is majd lesz egy-két dologról szó. Na és akkor ez volt az asszociatív megközelítés, akkor eljutottunk ahhoz a komplexhez, ahol megtörténik az átalakítás. Akkor nézzük a diszociatív mechanizmust. Ebben az esetben a 16 elektronos komplex, ami egy ilyen közép-stabil komplex, simán létezhet, de egy 14 elektronos komplex is róla stabil lehet, tehát kialakulhat egy ródium. CL ligandum, ligandum, 14 elektronos komplex, egy ligandum elvesztésével trifenilfoszfin távozott. Innentől kezdve akkor megint csak az történt, hogy mit tudom én, jön, a, jön az alkén vagy a hidrogén, és megtörténik az oxidatív addíció, tehát mondjuk H2, H2 hatására kialakul megint csak igazából, <kül> hát, ja, igazából ezt ide lehet húzni. Ja, tehát ezt ide lehet húzni, hogy akkor itt megtörténik a hidrogén addíció, tehát hidrogén, oxidatív addícióval, még plusz egyes a ródium, oxidatív addícióval, belép a két hidrogén, koordinációs szférában, megtörténik az oxidáció, és kialakul ez a komplex. A másik lehetőség, hogy pedig belép ide az alkán vagy az alkén, és kialakul ez a másik komplex és akkor diszociatív úton is megközelíthető ez a dolog. Ugye itt ez annyi előnyt jelent, hogy már eleve egy olyan oldószert választottak valószínűleg a reakció kivitelezéséhez, hogy eleve először megtörténik a, a, egyik trifenilfoszfin távozása, tehát nincs lehetőség arra, hogy némi katalizátor beragadjon ilyen tovább képtelen állapotra esetleg. Tehát már eleve egy remek közeget választottak, eleve a diszociatív mechanizmus is elérhető, és akkor ez megvalós. És akkor úgy tűnik, hogy minden út, ehhez a komplexhez vezet, és akkor innen fogunk tovább alakulni. Akkor van a ródium, már benne van az alkán, benne van a hidrogén, ott is egy hidrogén, ott egy ligandum, ott egy ligandum, és ott egy klorid. Sik, vagy a trigoná, hogy hívják ezt, oktaéderes komplex, oktaéderes komplex, és megtörténik a Következő reakció, beékelődés történik. Tehát a most nem tudom igazából pontosan, hogy hogy kell ezt jól magyarázni, ugye ez itt még egy píkötés. De a píkötésnél aztán az történik, hogy a hidrogén koordinálódni fog a az egyik szénatomhoz, a ródium a másik szénatomhoz, ez kétféle módon megtörtént, ugye, vagy a szekunder szénatom, vagy, a primer, vagy egy ilyen primer szénatom fog találkozni a ródiummal. Ugye a kobalt esetében, a kobalt esetében ez, ez a lehetőség ez nem áll fent, tehát ott sokkal valószínűbb az, hogy a magasabb rendű szénatomra fog koordinálódni a ródium, és akkor mindig egy ilyen Hát ez vezet majd az izomerizációs reakciókhoz. Itt is megtörtént izomerizációs reakció, de itt már valószínű, sokkal valószínűbb az, hogy egy, hogy a primár szénatomhoz kapcsolódik a ródium, és inkább a hidrogén megy a szekundár szénatomra. Tehát rögtön megtörtént a beékelődés hatására az, hogy kialakul egy. Itt van a, ez a szénatom, ott a másik szénatom, ide kapcsolódott a hidrogén, és akkor következik még az R csoport. Megtörtént ez, a hidrogén beékelődött. Ligandum az továbbra is itt van. Kloridion. Hidrogén az ez beékelődött, de igazából itt is kétfelé ágazhat a sztori. Ugye mi történik akkor, hogyha ródium, és akkor a szénatom, az úgy történik, hogy itt egy ilyen metilcsoport, és akkor így ékelődik be, hogy... Ugye? ez a szénatom, akkor ez a szénatom, akkor az itt egy ilyen metilcsoport formájában ott lóg, arra ment a hidrogén, és akkor ide jön az R. Ez is megtörténhet, és akkor ugye, hogyha itt még lenne itt egy szénatom, és akkor itt lenne így az R, akkor ugye az izomerizációs lépés, mint a kobalt vegyületnél, egy, ez a hidrogén koordinálódna a, a kobalthoz, a hidrogén, és akkor le, lehasadna a molekula, és akkor egy kettős kötés formájában átrendeződött a molekula, tehát izomerizációs lépés valósult meg. Ugye ja, elméletileg a kobalt az a ródium felett van, tehát ez egy sokkal kisebb molekula, sokkal könnyebben hozzáfér mondjuk a hidrogén, inkább inkább az izomerizációs lépés valósul meg, mint sem a hidrogénezés, úgyhogy itt ez történik meg. <kül> Bár egyébként valószínű, hogy kobalt is lehet hidrogénezni, hogyha nagyon muszáj, meg mindenféle körülmény be lehet a tajten. Tehát ez a két út képzeltő el, de most inkább nézzük csak ezt az egyiket. Ez itt megtörtént, és akkor innentől kezdve már Ról semmi gond nincsen, távozni fog ez a két lépés, plusz 3-as még mindig a ródiumnak az oxidációs száma, reduktív elimináció történik, aminek hatásáról ródium visszaalakul plusz egyessé, rajta marad a két ligandum, ugye a három ligandum, és kilépett a telített, származék. pont mint ebben az esetben, csak hát itt egy, kicsit, itt, itt egy kicsit hosszabb a szénatom, tehát egy szénatommal többet rajzoltam véletlenül, de hát akkor így is lehet ezt jelölni. Megtörtént ez a reakció, és akkor ugye itt megint csak az történt, hogy visszaalakulhat a komplex a kiindulási állapotába, hogyha felvesz egy ligandumot, vagy pedig ez a komplex természetesen, mint már az eleve, egy diszociatív úton itt megjelenik ugyanez a komplex, ez a komplex újra képes hidrogént magához venni meg, ródiumot. Most sajnos itt a, a komplex, az aktív komplex kialakulásának rajzolása miatt ugye nem nagyon sikerült, vagy hát mégis várjál simán. Ugye itt akkor rögtön vissza lehet rajzolni hogy H2, meg alkén, és akkor a komplex ciklus megismétlődik, tehát így egy ilyen hát ez igazából ekkora minimális ciklus, tehát maga az átalakítási folyamat, az nem ilyen különleges, hanem itt igazából az a fontos, hogy mennyi a reakció mechanizmus az mennyiben függhet például az oldószer hatásától. És akkor például, hogyha gyakorlatban olyat tapasztal az ember, hogy a reakció nem megy, akkor elkezdhet gyanakodni, hogy lehet, hogy például a komplex nem képes leadni az egyik ligandumot, nem képes kialakulni a koordinációs hely, és lehet, hogy azért nem megy a katalitikus ciklus, mert beragad itt valamelyik komplex. Lehet, hogy rossz oldószerbe választotta az ember. Azt lehet például mondani, hogy ez a diszociatív mechanizmus nagyon segíti például a benzol. Benzol vagy toluol. Már a toluol az már, az már egy kicsit másabb, de például ilyen apoláris oldószerekkel ezt jól meg lehet csinálni, azok jól oldják a trifenilfoszfint is. Na, nagyjából ezt lehet mondani. Wilkinsoni komplexre ez nagyon érdekes reakció, mert például ilyen konkrétan tehát ilyen durva is meg lehet vele csinálni, hogy van nagyon bonyolult szerves molekula, mondjuk itt van az androsztrá, androsztán, itt vannak rajta mindenféle metilcsoportok, itt még oxigén is van, és akkor itt van a androszt, valamilyen androsztán, és akkor mondjuk szelektíven kéne mondjuk hidrogénezni, mondjuk ezt egyébként nem, nem, kifeje, nem, csak alkéneket lehet ezzel, ezzel a reakció, vagy ezzel a mechanizmussal itt <kül> vizsgálgatni, hanem mindenféle oxovegyületeket, oxovegyületeket is, vagy nitrogéntartalmú imineket is vagy akármit, tehát csomóféle ilyen átalakítást meg lehet csinálni, és például meg lehet csinálni akkor például ennek a vegyületnek hidrogénezését, hogy itt kialakul egy ilyen OH, és akkor még itt van az a többi rész, és akkor például szelektíven meghagyja például ezt a részt, és átalakítja ezt a részt. És akkor ez ilyen szelektív, hát ez a molekulának az ilyen elektronaszlásától, meg a sztérikus hatásaitól függ. Ezeket próbálgatni kell, hogy, hogy hogy lehet hatásos. De ilyen nagy gyógyszermolekulákat is, meg hormon hormonmolekulákat is át lehet alakítani ilyen, ilyen homogén katalitikus ciklusokban. Wilkinsoni komplex, így lehet rákeresni az interneten. Nagyon kalandos. Na, ennyi lett volna a mai alkalomra a durva kémia, és akkor legközelebb folytatjuk még durvább reakciókkal. Na csak!